Már beszámoltunk róla, hogy a kormány döntése értelmében a karcagi önkormányzat tulajdonában álló karcagi járásbíróság Karcag Kossuth tér 5 szám állami tulajdonba kerül. Most hírstúdiónkban kérdezzük dr. Fazekas Sándor kormánybiztost. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm a kedves televízió nézőket. Állami tulajdonba került a karcagi járásbíróság épülete. Mit lehet tudni a részletekről? Egy beruházás előkészítése zajlik. Karcagon a bírósági épület, az ügyészség is helyet foglal a felújítása, bővítése a főtéren. Ez egy több éves előkészítő munka eredményeként megvalósuló projekt, és most egy fontos lépéshez értünk, hiszen az első dolog az, hogy lehetőleg egy tulajdonosi kézben legyen, egy tulajdoni lapon szerepeljen, ha úgy tetszik, az összes ingatlan, ahol a fejlesztés meg fog valósulni. Egy igazságügyi palotával lesz gazdagabb a város, hiszen a bíróság megújításával, illetve a mellette található csillagcsemege és Tobasz volt épületek, amik önkormányzati tulajdont képeznek, ezeknek a elbontását követően egy vadonatúj épületszány fog majd a főtér éhekén szolgálni, és így a polgárok igazságügyi bírósági peres dolgait megújult környezetben lehet majd végezni, arról nem is beszélve, hogy a bíróság és az ügyészség is a kor színvonalának megfelelő elhelyezési lehetőséghez fog jutni. Ez egy nagyon jelentős beruházás. Én korábban is azt mondtam, hogy a rendőrség építése az volt a legnagyobb középület fejlesztés Karcagon 100 év óta, hát ez azt is fölül fogja múlni, és a Nagykunság térségközponti szerepét, Karcagnak a fejlődését méltóan fogja illusztrálni itt a karcagi főtéren. Tovább épül, szépül városunk, hiszen a piac tér is egy újabb fázisába érkezett az ott lévő munkálatok. Miért lesz fontos ez a karcagiak számára? Nem csak szavakban, hanem tettekben is elő kell segíteni azt, hogy a karcagiak kulturált körülmények között tudjanak magyar, jó minőségű, természetes élelmiszereket, helyi termékeket vásárolni. A piac az a beszerzési pont, ahol hozzájutunk ezekhez a magyar konyhához, a kunsági konyhához, elengedhetetlen alapanyagokhoz, és ez a fejlesztés pedig komfortosabbá teszi majd a vásárlók részére, de az állósok részére is a karcagi piacot. Nagyon jelentős előrelépés szerintem, és illeszkedik a belvárosba történő olyan fejlesztésekhez, amelyek minden karcagnak a szükségleteit segítik, amelyek minden karcagi számára komfortosabbá teszik a városi létet. A Sámán dob építése is újabb fázisába érkezett, mi ez pontosan, hogy halad? Megvolt a közbeszerzés, és most már látszik az, hogy mennyi a bekerülési költség, hiszen az árak azok az elmúlt években már elmentek. A tervezéskori állapothoz képest megemelkedtek, és most a szükséges költségvetési plusz igénynek a benyújtása, szervezése folyik. Én bízom abban, hogy ha ez rendelkezésre áll, akkor az építkezés majd el tud kezdődni hamarosan. Előbb beszéltünk a piac megújításáról. Ugye a kialakult járványügyi helyzet teljesen átírta a kereskedelmet, a fogyasztói társadalmat, és a helyi gazdaságoknak a szerepe is egyre inkább felértékelődni látszik. Mi erről a miniszter úrnak a véleménye? Minden rosszban van valami jó, a válság komoly csapás mért a magyar gazdaságra és a világgazdaságra is, tehát nem egy szigeten élünk, nem egy külön bolygó Magyarország, hanem mi is részesei vagyunk a világgazdasági folyamatoknak. De az látszik, hogy felértékelődött a helyben megtermelt élelmiszer, az, amit saját magunk tudunk megtermelni, az is. Sokat összeszedték, szerintem azt a gyümölcsöt is ezen a nyáron, amivel korábban nem nagyon foglalkoztak. A kertekben többen fogtak kertészkedni, zöldséget termelni, állatot tartani, és a helyi termelők is új piaci lehetőséghez jutottak, hiszen a beszerzési források mégiscsak biztosabbak, hogyha itt helyben rendelkezésre állnak. A magyar termékek mellett is kibontakozott egy marketing kampány. Én mindenkinek ajánlom azt, hogy magyar élelmiszert vásároljon. Egyrészt ezek a mi ízünket testesítik meg, jó minőségűek, frissek, helyben hozzáférhetőek, és a vásárláson a magyar munkaerőt segítjük, a magyar vállalkozásokat segítjük. Az látszik, hogy jó néhány olyan ország, amely nem önellátó élelmiszerből, komoly
gondokkal nézett szembe az elmúlt években, sőt olyan is volt, hogy bevásárlási hullámok bontakoztak ki, utána pedig sok élelmiszert kidobtak. A magyar emberek azért be tudják osztani azt, ami szükséges, és látszik, hogy a válság legnehezebb időszakaiban is az ellátás az folyamatos, ebbe pedig jelentős szerepe van a helyi termelőknek. Miniszter úr, köszönöm az interjút! Köszönöm szépen!